Sziasztok, én Dél vagyok, és ez most egy Logitech Z906-os 5.1 kicsomagolási videója lesz, amely úgy fog felépülni, hogy a videó elején Kodi segítségével kicsomagoljuk ezt a szép darab kis 5.1-et, majd a fejegységnek a kezeléséről fogok egy kicsikét beszélni és bemutatni azt, majd egy 3-4 napos tapasztalatokat fogok megosztani veletek, hogy eddig hogy tetszik, és mik a benyomásaim erről az 5.1-ről, majd a videó legvégén egy tesztet is hallhattok, működés közben hallhatjátok, hogy hogyan is szól ez a hangfal. Van ennek a hangfalnak nem egy darab kiemelendő tulajdonsága, ebből az egyik az 500 wattos effektív teljesítmény, ami annyit akar, hogy 500 wattot mindenfajta nehézség nélkül képes leadni, és ott még egyáltalán nem torzít, és ezt tapasztalatból is tudom mondani, hogy odáig felvenni a hangerőt, hogy igazán torzítson, addig még nem sikerült, mivel nagyon sokáig bírja, nagyon magas hangerőn is, nagyon tisztán szól, és ott már igazából kiszakadt a dobhártyám, így nem mertem tovább felhúzni. Valamint még nem mellékes, hogy a THX minősítést is megkapta a hangfal, ami azért felel, hogy nagyon kristálytisztán szólnak a hangok, és minden részletet lehet hallani. Valamint még a Dolby Digital is adta hozzá a nevét, amely nem csak a nevét adta hozzá, hanem egy dekódolóját is, amely a mély nyomóban található, és ez azért felel, hogy dekódolja a hangokat, és külön-külön mindegyik hangszóróba szétoszta a hangokat, így a tökéletes térhangzást létrehozva. A hangszóron 6 darab bemenet található, amelyből 5 a mély nyomónak a hátulján, ami a videóból nem teljesen látszik, mivel kilóg egy kicsit a kamerából, viszont így mellékesen képpel is illusztrálom a mély nyomónak a hátoldalát. Tehát van egy darab 6 csatornás közvetlen bemenet, amely jackes, amivel ugye a számítógépek hangkártyához szokták rákötni. Van egy RCA bemenet, ez a 2-essel jelzett stereo bemenet, ez például telefonok rákötésénél, vagy Xboxnál, vagy PS3-nál alkalmazható. Van 2 darab digitális optikai bemenet, és van 1 darab digitális koaxiális bemenet, amelyet főként DVD lejátszóknál szoktak használni, ami igazából ugyanaz, mint az optika, csak nem optikai úton megy, hanem simán vezeték. Valamint még van 1 darab bemenet, amely a fejegységnek az oldalán, a fejhallgató csatlakozó alatt található, ez egy AUX bemenet, amelyel nagyon könnyen egy jack-jack kábellel egy telefont rá lehet kötni a rendszerre. Valamint még a mély nyomónak a hátoldalán található a konzolnak, illetve a fejegységnek a csatlakozó portja, valamint az alatt az 5 darab környező hangfalnak a jó öreg piros-fekete befűzögetős, jól bevált csatlakozói. Egyébként nagy előnye ennek a piros-fekete szabványos hangszóró kábelnek, hogy bár 2 darab 7,6 méteres kábelt kapunk a hátsó hangszórókhoz, és 3 darab 4,6 méteres az előső hangfalakhoz. Hogyha ez nem lenne elég, nagyon egyszerűen csak veszünk ugyanilyen 2-utas kábelt valamelyik elektronikai szaküzletben, és csak össze kell tekerni a végeket, utána ugyanúgy be kell fűzni a hangszóróba és a mélynyomóba is, és tökéletesen ugyanúgy szól, minthogyha nem lenne megtoldva. Így ez sokkal egyszerűbb is, minthogyha jackes kábelt adnának hozzá, és igazából tisztábban is szól. Közben megérkezett a csomag összes tartalma ide az ágyra, elsősorban a fejegységet láthatjuk, amelyen rengeteg gomb, rengeteg beállítási lehetőséget ad nekünk, de erről majd még később részletesebben is beszélek majd. És itt van az 5 darab szobát körül ölelő hangszóró is, amelyről érdemes megjegyezni, hogy mindegyik eléggé szép kis súlyt nyom, ezek darabonként 1 kilót, és a mély nyomó csak önmagában 9 kilót, ez nagyon jó érezni, hogy tényleg azért benne van az anyag, amit ugye az ember kifizet, és tényleg nem levegővel van kitömve. Ennek a hátoldalán látszik a falra felfogató rész, ott középen ilyen kis aranyozottal, alatta pedig ugye a befűzős rész, ami ahova ugye a kábelt kell bedugni. Tartozik még a csomaghoz egy 6 csatornás kábel is, amelyel ugye a hangfalat a hangkártyánkhoz tudjuk csatlakoztatni. Igazából nem sértődtem volna meg, hogyha egy optikai kábelt is hozzácsapnak a csomag tartalmához, de úgy gondolom ez legyen a legnagyobb probléma. Kábeltartozékokhoz tartozik még ugye az 5 darab kétszálas kábel, amelyel a környező hangszórókat tudjuk bekötni, valamint még egy nagyon egyszerű kis távirányítót is kapunk a rendszerhez, amely
...nek szinte semmi súlya nincsen, teljes mértékben a lehető legegyszerűbb, de mégis nagyszerű, és mindent el tudunk rajta végezni, amit a fejegységen is, valamint még a távirányítóhoz kapunk 3 darab elemet is, hogy ugye működtetni is tudjuk. És be is mutattam mindent, amit a csomag tartalmaz, most már nincsen más dolgunk, mint hogy pár napot ugorjunk az időben, hogy be tudjam mutatni a fejegységnek a működését, tudjak a hangfalról tapasztalatokat mondani, és a végén egy tesztet is meg tudjak nektek mutatni. Nos, a kicsomagolást követően most azóta eltelt nagyjából egy 4 nap, és most egy pár darab tapasztalatot és dolgot szeretnénk nektek elmondani a vezérlőegységről, meg úgy az egész rendszerre. Igazából annyit kell tudni róla, hogy itt van egy LED sor, amelyel az input, szóval bemeneti helyek között lehet váltakozni. Itt van végig 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös AUX, amit ugye a kicsomagolás résznél láthattatok is, amit elmondtam, és itt lehet ugye kiválasztani, hogy melyikből szóljon a hang, és itt van benne még egy ilyen stereo LED sor, ami egy fontosabb tényező, mégpedig most vagyok az alapértelmezett egyeset, mivel vannak olyanok, amelyikben például nincsen jelen minden 4 kiválasztható opció, csak 3, de itt az egyesnél minden 4 kiválasztható, annak megvan az oka, hogy a többi nem, miért nem lehet kiválasztani a többit. Na már most, az egyes ugye vár hát egy jackes bemenet, amit ugye hangkártyákra, 5.1-es hangkártyákra szoktak rácsatlakoztatni. Itt 4 mód közül választhatunk, 4 hangzási mód közül. Az egyik az az, amikor itt egyik LED sem ég. Az azt jelenti, hogy teljes mértékben a hangfal úgy szólal meg, amit a te hangkártyát kiad magából. Tehát, hogyha 5.1-re beállítod a kártyádnak a hangzását, akkor teljes mértékben ugye 5.1-es térhangzásba fogod hallani az egészet, mindegyik hangfal fog ki, hangszóró fog kiadni magából hangot, és teljes mértékben a hangkártya driverénél szabhatod testre, hogy melyik hangszóró milyen hangosan szóljon, melyik milyen film az, amit le akarsz játszani, mindent ott szépen behangolsz magadnak. Ezt én úgy vettem észre, hogy inkább akkor érdemes használni, amikor az ember 5.1-es filmet néz, vagy 5.1-es játékkal játszik, akkor jól tudja kihasználni igazán a hangkártyád, ezt az összes hangszórónak a tudományát. A 3D-s hangzás az annyit mond, hogy ha netenten ugye mondjuk tévére ráköti az ember, és ott csak ugye sztereó adás jön, így a 3D-s hangzásmód az átalakítja neked a tévés hangzást, térbeni hangzását, több-kevesebb sikerrel ezt oda kell tenni, mivel egy kicsit zajos lesz a dolog. Nem hallható, csak nem lesz annyira tiszta, mint hogyha leszed az ember egy 5.1-es filmet, így ezt nem nagyon szoktam használni, hiszen nem nagyon érzem funkcionálisnak, viszont itt van egy másik fontos, a 4.1-es hangzás, amikor egyedül a centerünk nem szól, és ez úgy oszta föl a többi hangszórót, hogy van bal, van jobb, és van ugye a mély. Szóval, mint végülis a 2.1, csak ez kiterjeszti úgy, hogy ami a bal oldalon szól, az a hátsó balban is szól, és ami a jobb oldalon szól, az a hátsó jobban is szól, és ugye a mélyben pedig ugye a mély hangok. Ez kitűnően alkalmas zenére, viszont ugye filmekhez, játékokhoz nem annyira, mivel ott ugye a térhangzás a lényeg. Időközben a kamera úgy gondolta, hogy lemerül, na mindegy. Azt meg kell jegyeznem, hogy az 5.1-es hangrendszerek nem arra lettek kitalálva, hogy zenét hallgassunk rajta, hanem arra, hogy ugye a játékoknak, az 5.1-es filmeknek a térhangzását kiemeljék, hogy ami ugye mögöttünk szól, az mögöttünk szóljon, ami jobbra jobbról, az bal, ami balról, az balról, tehát egy teljes mozi élményt hozzon létre, amire tényleg valóban egy otthoni 5.1 tökéletesen alkalmas, és ez a kis aranyos is olyan filmélményt és olyan játékélményt hoz létre hangügyileg, ami egyszerűen körülírhatatlan. És most nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy zenére nem jó, de azt viszont meg kell jegyezni, hogy itt most bevágok egy képet, egy ilyen hangrendszer az igazi, egy ilyen 3-utas hangrendszer az igazi arra, hogy zenét hallgasson az ember, mivel a zene az ugye sztereóban lett lekódolva, sztereóban van mindig felvéve egy zene szám, nem pedig térhangzásban. Ugye eleve ott nem a térhangzás a lényeg, hanem az, hogy van egy bal csatorna, egy jobb csatorna, és akkor szól, mint az állat, ugye ez a lényege, nem pedig az, hogy ugye térbeni
hangot adjon át. Így eleve, hogyha elindítunk egy MP3 zenét, akkor azt vagy a 3D-s móddal át lehet egy kicsikét alakítani térhangzásra, de ugye be kell állítani a hangkártyámon például nekem az, hogy az egy kétcsatornás hang, ami jön a gépből, az a zene, és azt ő úgy alakítja át igazából az 5.1-re, hogyha beállítom azt, hogy ugye ne világítson egy se, hogy az összes hangfal szóljon, akkor végül is úgy oldja meg, hogy mind az összes hangfalból ugyanúgy szól a zene, ami irdatlanul jól szól. Viszont ez egy olyan megjegyzésem lenne, hogy amikor ebben az állásban van, akkor az összes hangszóró szól a centerrel együtt, viszont amikor ebben van, akkor a center nem. És azt vettem észre, hogy ebben a módban nagyobb basszus tud leadni a valamiért az egész rendszer. Az lehet, hogy csak nálam van így, de valahogy úgy jobban kiemeli a basszus hangokat meg ilyenek, és azt tudom mondani, hogy ha szét akarjátok tépni a házat, akkor erre 4.1-re kell állítani, hogyha meg csak úgy lightibe akartok zenét hallgatni, akkor pedig így kell beállítani, hogy minden hangszóról szóljon. És visszatérve arra, hogy nem igazán a zenéről szól, ugye egy 5.1, ez az E906 nagyon tökéletesen megtalálta ezt a összhangot, hogy a zenénél is, a filmnél is, és a játéknál is olyan élményt nyújt, és olyan ereje van, hogy az valami hihetetlen. Hogyha beállítom ugye ezt a 4.1-et, ami csak simán egy sztereó, végül is 2.1, ami ki van terjesztve az arra, hogy hátul is szóljanak a hangszórók, ezt beállítom, ezen hallgatok zenét, és egyszerűen olyan ereje van, és annyira betölti az egész szobát, mégis még, hogy nem is erre lett kitalálva, a zenehallgatásra lett kitalálva az eszköz, hogy az ami hihetetlen. Így nagyon bátran tudom ajánlani arra is, hogy zenét hallgassanak vele, de hogyha egy ember nagyon csak a zene hallgatásra akar rámenni, és csak is a zene, és nem érdekli a térhangzás meg ilyenek, akkor nem igazán egy 5.1 az ő választása, hanem egy olyan, amit mutattam a képen. Van még ugye itt egy alul egy 2.1-es módunk, amikor se a center nem szól, se a hátsó kettő fél hangfal, hanem csak is a jobb első, bal első és a mennyomó. Ezt én nem szoktam használni, hiszen hogyha már ugye 5.1-re beszélünk, szóval van hátsó hangszor, akkor nyilván bekapcsolom, hogy azok is szóljanak. Ez csak egy ilyen extra funkció, hogy így is lehet. Van itt egy dekód ledünk, ami igazából nem tudom, hogy mikor villan fel, még soha nem villant fel. Ez ugyebár a dekód az azt jelenti, amikor alakítja át a hangot a mi kis 5.1-ünk, például generálját térhatása meg ilyenek, de még bármikor is volt, sosem villant föl, na mindegy, ott van és kész. Ugyebár hát itt van középen egy tekerünk, ezzel tudunk hangerőt állítani. Itt szépen tekerem, akkor egyre jobban ugye halványulnak ki a pöttyök, és végül ugye eltűnnek. Itt közben ugye felvillannak az elrendezések is, hogy melyiken mondja, hogy ez a 3D, ez ugye a 4.1, hogy a center nem szól, itt ugye, hogy 2.0, hogy azok nem szólnak. És itt van egy gombunk, amelyel külön minden egyes, hát nem minden egyes hangszóró, de minden egyes hangszóró párt végül is be tudunk állítani különböző hangerőre, például a mélynyomót, például a hátsó kettő párt, például a centert, hogyha ugyebár hát 4.1-ben vagyunk, akkor a centerünket nem állíthatjuk, mivel az ugye értelemszerűen nem szól. Itt azt megjegyezném, hogy eleinte elszomorodtam, amikor rájöttem arra, hogy ezen a hangfalon nincsen basszusállító tekerők is tudsz, mivel hát nekem azért a zenénél eléggé fontos, hogy azért üsse szét a falakat, és azt meg lehet itt jegyezni, hogy ha a mély nyomót meg szépen felhúzzuk jó szépen maxra, akkor ez egy végül is basszusállítóként funkcionál, tehát ahogy tekergessük, úgy ugye egyre hangosabb lesz a mély nyomó, így egyre nagyobb is lesz a basszus, szóval ez igazából felváltja a magának a basszus állítónak a feladatát, és így végül is az is van rajta, csak nem olyan felirattal, hogy basszus állító, hanem így a hangerőt tudjuk külön szabályozni. Most igazából szerintem mindent elmondtam, amit tudni illik róla, itt még van egy mutegomb, erről annyit kell tudni, hogy ugyebár hát elhalkítja az egész rendszert, és még egy kibekapcsoló gomb is van itt rajta. Minden, ami itt rajta gomb található, az megtalálható tökéletesen a távirányítón. És hogyha befogsz el, látjátok is jobban. Igen, ez a pár gombbal tökéletesen be lehet állítani mindent, amire csak az embernek szüksége van. Tehát lenyűgöző, hogy mit tud ez a rendszer zenében is, filmben is, játékélményben is, mindenben. Nagyon durva hang térhangzást tud létrehozni. Zenénél ugye a térhangzás ki van lőve, de kegyetlenül durván szól a basszus, tökéletes arra, hogy a hang,
az ablaküvegeket is, és a szomszédokat is egy kicsikét megmozgatjuk, így zenetéren, szóval erre szokták mondani, hogy a szomszédom jó zenét hallgat, ha akarja, ha nem. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna a Z906 unboxing és bemutató videója, még lesz a videó végére egy teszt, amelyben hallhatjátok a kicsikének a hangját, hogy hogy is szól ő működés közben. Köszönöm szépen a figyelmet, Dave voltam, sziasztok!